A napirendi pontok megtárgyalása előtt köszöntötték Asztalosné Csikós Ildikót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászát, aki október 20-án miniszterő elismerő oklevelet vehetett át a karcagi gazdálkodók támogatása érdekében végzett áldozatos munkájáért, társadalmi szerepvállalásáért Nagy István agrárminisztertől. Október 29-én az IBK Ludovika nemzetközi nyílt Kyokushin karate bajnokságon a Karcagi Sportegyesület karate és thai box szakosztályának képviseletében Pallagi László férfi kata kategóriában második helyezést, Magyar Levente 75 kg-ban első helyezést ért el, továbbá elnyerte a legjobb férfi versenyzőnek járó díjat. Őket, valamint Gyarmati Imre szakosztályvezetőt a képviselő testület nevében Szepesi Tibor polgármester köszöntötte. November 7-én Csontos Lajos és Csontosné Szilágyi Erzsébet, a legszebb konyhakertek Magyarország legszebb konyhakertjei országos program nádudvari díjkiosztó ünnepségén normál kert kategóriában másodjára elnyert, megerősítő országos díj elismerésben részesült. Csontos György egyéni vállalkozó, bútorasztalos mester november 28-án vette át az év vállalkozása díjat Jászberényben a vármegye gazdaságának és legjelentősebb vállalkozóinak teljesítményét elemző Top 50 kiadvány bemutatója alkalmából. A köszöntéseket követően a testületi ülés elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetésének első háromnegyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A testület jóváhagyta a Karcagváros tulajdonát képező termőföldek 2024. évi haszonbérleti díját. A 2024. évi európai parlamenti, valamint a helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választás várhatóan 2024. június 9-én kerül megtartásra. A helyi választási iroda vezetője által a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványt, valamint a Karcagvárosban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló határozat módosítását a képviselőtestület egyhangulag elfogadta. A Civis Szociális Étkezési Központ megkereste a Karcagvárosi Önkormányzatot népkonyha szolgáltatás biztosítása céljából. Az ételosztáshoz az önkormányzat két osztópontot biztosít ingyenesen, melyről az egyeztetések folyamatban vannak. Jogszabályi változások miatt szükségessé vált az iskola védőnői és egyéb egészségügyi alapellátási körzetek módosítása. A képviselőtestület felhatalmazta a Városi Önkormányzat Városgondnokságát, hogy a Belügyminisztérium által indított járási start munka mintaprogram projekt terveit elkészítse, és az elkészített programtervet benyújtsa. A Karcag Tilalmasi Mezőgazdasági Kft.-vel kötött bérleti szerződés időtartalmának 2024. december 31-éig történő meghosszabbítását is megtárgyalta és jóváhagyta a testület. Szükségessé vált a víziközművek 2023-2037 évekre szóló gördülő fejlesztési tervének módosítása, feladatok későbbi időszakra történő átcsoportosítása, illetve újonnan felmerülő feladatok beépítése miatt. A Karcagvárosi Önkormányzat pályázatot nyújt be az aktív és ökoturisztikai fejlesztési központ felé futópálya kialakítása Karcagon címmel, melyet a testület egyhangulag jóvá hagyott.